Köszöntöm Önöket! Marjai Virág vagyok, ez itt az Építészet 21. Már harmadik éve működik Debrecenben az Agora Tudományos Élményközpont. A modern épületben található kiállítás elsősorban a fiatalok érdeklődését hivatott felkelteni a tudományok iránt. Épületét Lengyel István barátommal együtt terveztük. A koncepciónk az az volt, hogy ne is inkább annyira épületjellegű legyen, hanem egy tárgy a tájban, ami szintén azzal járt, hogy nem a klasszikus építészeti formát választottuk, hanem kicsit ezeket a tömbszerű épülettesteket helyeztük előtérbe. A konfliktus az nem feltétlen hátrány a tervezésnek, tehát nálunk létezett egy olyan szabály, hogy egész addig nem állunk fel a rajzasztal mellől, amíg mind a kettőnk meg nem tetszik. És ez nyilván viták sorozatát váltotta ki, de egy jó működő tervezési metódus volt. Általában addig beszélgettünk valamilyen projekt fölött, amíg mondjuk két ellentétes véleményből egy harmadik megoldás nem keletkezett. Volt nyilván ez az épület sem teljesen gördülékeny, tehát ebben is voltak párbeszédek, vagy voltak véleményeltérések, de a végén ez származott belőle, és mondom, a szabály az létezett, hogy legyen mind a kettőnk számára elfogadható megoldás, bármilyen rész problémát tekintünk is. Tetején visszatükrözve valahogy a geometriáját, ami aztán a belső térben persze érthetővé is válik. Tehát az egyetem adta a szakmai hátteret, illetve a szakmai támogatást ehhez a projekthez, ahol különböző tudományok gondolták ki, vagy tudományok képviselők gondolták ki, hogy mit fognak bemutatni. Tehát a fizika, robotika, hidrobiológia, a botanika, az orvosbiológia, kémia, tehát ezek a területek, ahol kicsit átkonvertálva, hanem azt mondjuk, hogy a tudományok tornyai jelentek meg utána egyes funkciósan másrészt formailag is az épületben. Tehát ez adott nekünk talán lehetőséget arra, hogy picit differenciáljuk ezeket a tudomány szakmákat.
A tájban megjelenítve ez az épület ismert olyan része ennek a bemutató szándéknak. Úgyhogy mi oda soroltuk magunkat is, mint óvatosan, mint egyfajta ilyen bemutató, bemutatható elem. Található egy modern családi ház, melynek tervezésénél egy különleges szempont volt a legfontosabb. A megrendelők mintegy 100 méternyi könyvvel rendelkeznek. Ezeket méltó helyen kívánják használni és tárolni. Vajon létezhet-e lelke egy háznak? Természetesen igen. A Pilis festői lankái között felépült családi ház szimbolikus és valóságos központja egy könyvespolc. Egy nem akármilyen könyvespolcról beszélünk, hiszen a 17 méter hosszú hófehér, ablakokkal is tagolt polc óriás, a hosszú házként is ismert épület legfontosabb dísze. De menjünk vissza egy kicsit az időben. Néhány éve a megbízó házaspár a tervezőkkel együtt talált egy csodálatos telket a Nagy Kevélyhegy oldalánál. Igaz, a telek kissé keskenynek tűnt, de egy csodálatos diófa díszelget rajta, s ez az öreg fa sok mindent eldöntött. Elkezdődött hát a munka, s az alkotás végeredménye ez a folyamatosan bővülő térrendszerű téglaház lett, amely mind nagyobb szélességet és belmagasságot kínál az otthoniaknak. Engem mindig is foglalkoztatott az, hogy egy helynek mi az identitása, tehát néprajzkutató szülőkkel jártam a falut kisgyerekkorom óta, tehát hogy úgy mondjam, a falusi építészet is mindig érdekelt, de ugyanakkor mi nagyon kortárs épületeket csinálunk, úgyhogy itt a szellemi erők arra irányulnak, hogy egyszerre legyen egy ház környezetbe illő hagyománytisztelő, és ugyanakkor legyen nagyon tiszta és mai kortárs építészet. Vessünk még néhány pillantást a hatalmas könyvespoltra, ahol több száz kötet kapott helyet. A modulrendszerben kialakított polcok néhol ajtóval zártak, máshol pedig ablaknyi nyílást hagynak. Az 50 cm mély falvastagságnak köszönhetően még egy kipárnázott olvasókuckó is helyet kapott a polcrendszerben. A szokatlan ám magáért beszélő végeredményhez egy valami elengedhetetlen volt, a közös bizalom. Az elején egy csomó minden nem meghökkentek. Például azon, hogy miért ilyen hosszú ez a könyvespolc, vagy azon, hogy mi ez a sok fehér szín, vagy miért ilyen egyszerű a háznak a tömege. De ahogy sok-sok órán keresztül ezt átbeszéltük, ahogy alakult a terv, egyre inkább egy közös szellemi termékké vált az épület, és ráadásul amikor épült, ugye maga az építési folyamat is hónapról hónapra egy olyan dolog, amit mindenki átél, megél. És ebben nekik egyébként voltak kis sikerélményeik, nagyon jól szervezték az építkezést, és azt kell, hogy mondjam, hogy amikor már kezdtek az állványok eltűnni, kezdték a felületeket beburkolni a kivitelezők, amikor megjelentek a belső építészeti elemek, a konyha, a könyvespolc és más, akkor egyre többet mosolyt láttam az arcukon. A hosszú ház belső tereinek alapszíne pedig, ahogy látják, a fehér lett. Letisztultan és puritánul, ám elkerülve a rideg hangulatot, hiszen a család könyvei és színes használati tárgyaival együtt ez a fehér vidámságot és melegséget sugároz. Szándék is volt ez a fehér szín használata az egész térben, mivel mindig megjelennek a kiegészítők egy ilyen épületnél, tehát a nagy család is egy ilyen csipketerítős, kis kiegészítő kedvelős csoportba tartozik, akik, de mind mindenki, tehát mindenkinek vannak ilyen kis dolgai, de ezek nem tudnak érvényesülni. Hogyha a bútornak is van egy erősebb karakter, ezért ezzel próbáltunk beleolvadni az épületbe, tehát
könyvespolc is azért lett fehér, hogy ez kvázi az épület részeként jelenik meg, tehát abból nő ki. A fehér színt szépen kiegészíti kívülről a tégla, belülről pedig a fa textúra. A hosszú ház tehát ízléses példa arra, miként találkozhat a funkcionalitás az otthonossággal. Szokták mesélni, hogy az első reakció az embereknek az, hogy oké, jól néz ki, de hogy bírtok itt élni, de ez ugye az első egy percben zajlik le, majd leültetik őket és elkezdik élvezni a teret, tehát ez a völgy felé néző kilátás, a táguló tér ugye a konyhától egész a nappaliig, illetve a fedett nyitott téren, és minden megtalálta a helyét. Pannonhalmi Bencés főapátság épület együttese folyamatosan fejlődik. Az apátság egyik legújabb égköve a látogató bejárat. Alázatos és őszinte építészet. Ezeket a fogalmakat alkalmazták legtöbbször azok a kortárs tervezők, akik a Pannonhalmi főapátság új látogató bejáratát alkották meg. A megérkezés szimbolikus aktus az élet minden területén. A legelső benyomás igazán fontossá válik, amikor egy új teret, épületet ismerhetünk meg. A Cigány Tamás, Tóth Györgyi és Pál Anikó által létrehozott látogatóbejárat révén immár nem csak szervezett csoportokban, hanem önállóan is felkereshetjük a Pannonhalmi Bencés főapátság épület együttesét. Nagyon sokat kerestük a helyszínt, tehát hogy hol van az a pont, ahonnantól a látogatók valóban önállóan bejárhatják látogatási útonat, és megtaláltuk ennek a Hómanbástyának itt a tetején, hogy innen indul minden látogatás. Tehát itt van a népbejáró, a könyvtárépület, ami már egyénileg látogatható és végigjárhatja az ideérkező. A tervezők több lehetőséget is fontolóra vettek. És végül ezt a helyet találtuk meg. Itt régen egy ilyen nagy zöld folt volt, egy ilyen nagy dzsumbúj, tulajdonképpen egy ilyen zöld fal. És ezt a zöld falat váltottuk ki azzal, hogy akkor itt lehetne egy ilyen bejárás, ami lentről a várkörről érkezve, és azt a közel 10 méteres szintkülönbséget áthidalva felérünk ide ebbe a csendes térre, ami már itt a templomnak mégis a főtere. Az új látogató bejárat a várkör és a bazilika előtti tér közötti 10 méteres szintkülönbséget hidalja át. A bejárat szinte befeszül a középkori és a jelenlegi várfalak közé. Egy bizonyos szakaszon megpillanthatjuk a középkori várfalat is, amit egy fénykút világít meg. Az épület gyalult deszka zsaluzattal, látszó beton felülettel készült. Az épület anyagválasztásánál fontos szempont volt maga az épület helyzete. Ez a föld alá beépített épület. Gyakorlatilag lentről érkezünk a várkörről, és 10,5 méter szintkülönbséget hidal át. Egy nagyon kis, pici, minél kisebb épületet szerettünk volna megjeleníteni csak fent. Ugyanakkor egy funkcionális épület is, tehát nem mint ház, hanem mint funkció jelenik meg itt ez az építmény. Gyakorlatilag a közlekedés funkcióját látja el, fel kell jutni erre a felső térre. Mindenképpen betonból készült volna ez az épület, ez a mai kornak egy nagyon elfogadott és bevált építőanyaga. Semmiképpen sem szerettük volna ezt álcázni, burkolni, díszítgetni. Egy ilyen helyen, ahol bőven elegendő őszinte építészet látható, azt gondoltuk, hogy a mai kornak az őszinte építészetét mutatjuk meg. Az építészek egyáltalán nem akartak archaikus épületet tervezni, vagy a már meglévő monostorral vetélkedni. Az alázatosság és a szerénység volt a legfontosabb alapvetésük. Az egyik és szerintem legfontosabb az őszinteség. Tehát, hogy belépünk ide és felérkezünk, minden világosan egyértelműen látszik, nincsenek takarva a dolgok, minden önmagáról szól, és leginkább arról, hogy hogyan érkezünk meg ide a apátságba. A kissé formabontó fogadó épületet a bencések és a látogatók is egyaránt megkedvelték. A bencés közösség nagyon szereti. Tehát nekik ez eleve egy nagyon régi vágy volt az egyéni látogathatóság, mint olyan, hogy ez egy nagy lehetőség, hogy nem csak csoportosan érkezhetnek az emberek. Szeretik, mert nem ütközik a ő belső forgalmuk a külső forgalommal, tehát emiatt is szeretik. És most az utóbbi időben, hogy kezdik egyre többen látogatni az épületet, akiket mi is ismerünk, egyre több nagyon pozitív visszajelzést kapunk, ami nekünk persze nyilván nagyon jól esik.
A látogatásokat immár Audio Guide vezetés is elősegíti. A teljes beruházást uniós és állami támogatásokból valósították meg a pannonhalmiak. Tudják, mi köze van a bornak az építészethez? Egerben egy pszichiáter, egy borász és egy grafikus álma vált valóra. Az ember csak vendég. Ez a találó jelmondat az Építész Fórum egyik írásából származik. És teljesen igaz arra a borteraszra és Venyiges fára, ami Eger mellett épült. Teljes harmónia hagyja át azt az építményt, amit Marián Balázs és Gereben Péter hozott létre. A vendégcsalogató borterasz egy pszichiáter, egy borász és egy grafikus, no meg az építészek szerelem gyereke. Baráti kapcsolat fűződik hozzájuk, már korábban is az irodánk tervezte a csutorás pincészetet Egerben, ami egy ipari területen van. Éppen ezért határozták el, hogy magát a borkóstolást azt nem csak a pincékben és ebben a beágyazott területen végzik, hanem a dűlőn is. Az alapítók Csernus Imre, Csutorás Ferenc és Mészáros Péter 2007-ben gyönyörű telket vásároltak Almagyaron a Nagyeget-hegy lábánál. A patinás-egri borvidék ezen dűlője egy évtizeden keresztül kereste gazdáit. Rengeteg variáció készült menet közben. Volt ennél jóval kisebb létesítménytől kezdve ennél elvadultabbakig, de egy hosszú folyamat révén jutottunk el odáig, hogy egy ilyen nem téliesített, ideiglenes építmények jöjjenek létre. Az épület kifejezetten különleges kialakítást kapott, hiszen a vendégek a szőlősorok között kóstolgathatják a nedűt. Ám maga a borterasz egy fedett, egyben nyitott fogyasztótér. A borkóstolók kényelmét alvókunyhók, kilátó és hűsölő medence is biztosítja. Az építészek szerint nem volt nehéz dolguk, annyira inspirálták őket a már-már elfeledett helyi értékek. Az anyaghasználat tekintetében a tufa, mint helyi építőanyag, az nagyon, nagyon karakteres eleme Egernek, az összes pince ebből készül, sőt a pincevájások során melléktermékként a tufapor az nagy mennyiségben termelődik, és azt gondoltuk, hogy ezt a tufaport tudnánk esetleg alkalmazni, akkor abból képezhetnénk értéket. És itt találtuk ki ezt a csömöszölt földfalat, amiben tufaport alkalmaztunk, és a kivitelezővel együtt kísérletezve készült 5 vagy 6 mintafal legalább, mire megtaláltuk a végleges formáját a falanyagának. A nevesegri borvidék Almagyar és a Nagyeget-hegy lába titkot is rejtett, hiszen a dűlőn egy különleges szőlőfajtát mentettek meg és nemesítettek vissza. Ez az érseki szőlőfajta. A felfedezés egyfajta spirituális töbletet is adott az ottaniaknak. Nagyon fontos eleme az egész történetnek a helyszín. Tehát az, hogy itt a szőlőbe kínálják a bort, ez nem csak egy ilyen PR gesztus, vagy egy ilyen marketing fogás, hanem tényleg nagyon fontos eleme annak a dolognak, amit az építetők csinálnak. Ezért a helyszínt azt mi is ilyen kicsit szentségesként kezeltük, illetve az, hogy megtaláljuk a pontos pozícióját az egyes épületeknek, ez hosszas egyeztetések alapján történt, mert miután az a szőlő, ami körülötte van, tényleg abból készül a boruk, hogy hol tud fordulni a traktor, hol nem árnyékolja le a dűlőt, tehát ilyen abszolút ilyen technikai szempontok alapján is ment ez a keresgélés. Az őszbenyomásról kijelenthetjük, hogy a már említett tufa és a manapság oly divatos anyag, a látszóbeton tökéletesen illeszkednek a borvidék és a táj rusztikus hangulatához. Mindezt a megrendelők is így gondolják. Mi annyit fogalmaztunk meg, hogy az épületek illeszkedjenek a tájba, miután az egész koncepció arra épül, hogy itt minden a szőlő sorok közé van elhelyezve, tehát a terasz épülettől elkezdve a kunyhókig, ahol meg lehet szállni, és még a kis medencénk is ott van. Tehát nagyon fontos volt, hogy egy ilyen szerves egységet alkosson látványba is. Az, hogy ez éppen betonnal lett megoldva, az olyan szempontból szerencsés, hogy részben egy kicsit ilyen archaikus, és ugyanakkor modern is lett ettől az épület. A borterasz szellemisége azt sugallja mindannyiunk számára, a dűlő a természeté maradt. Az ember csak vendég. Köszönöm figyelmüket! A jövő héten ugyanitt várom Önöket. Kövessenek minket az interneten. Viszontlátásra!